Hétkor jöhettünk volna az első lattal már be. Most ebből lesz 8. És minden adott rá, hogy 7-kor az első lattnál bejövünk. Ugyanis fizettem a ganézó embereket, hogy ne kelljen azt csinálni. Mindenki megy hazafele. Akár a második lattal, akár az elsőből. Tehát minden adott rá. Tehát ezt nem értem. Dandy, ördög, nyúbé. Fokozatos vadászkanya, jó? Odafigyelj, és lehetne, ha tudtok egy kicsit erre legalább eddig visszatrappolni. Jó van, ördög. Nem nyüstöljük őket, majd aztán még jövő héten szintetikus. Ezt megyünk szerintem a összes öreg lóval. Kb. Én fokozatos, sande vadászka. Tehát nem vadász erősen, meg vadászka. Gyere, babám! 8-ra fogunk beérni az első lotta. Jó reggelt! Ügyesen ott elől is mindenhol. Fokozatosság meglegyen, mély a pálya, odafigyelni. Fogós. Aztán Isten megadja, jövünk le. Aga, meg ez a három, ha jön a Niki. Ha nem, akkor megint variálok. Jó, drágám, oké, beszéljük. Hogy álltok? Ajde! Hagy menjenek! Sétálnak hazafele. Na, szép jó reggelt mindenkinek. Sanyi barátom itt van, ő a fuvarosom. Nem kell a kocsival vagy a motorommal jönni ide. Danka sajnos főbukott Niki kancájával, trap közben, bum. Hál' Istennek nincs semmi komoly, száj egy kicsit berepett felül. Óráról lejött a plazúr, piercing betört, eltört, de egyéb más baja nincs. Úgyhogy hamarosan visszatér, ez tegnap történt 10:30 felé. Úgyhogy bízunk benne, hogy itt van. Nem állunk jó ma, valószínű, csikók kimaradnak, mert nem fog beleférni. Ugye az öregek meg már mindjárt futnak, úgyhogy semmi bajuk nem lesz, mert ki lehet hagyni egy-két lapot, úgyis dolgoztak bőven szépen. A katasztrófa messze nincs, és a koraiak tudnak majd futni júniusban. Hát ha végig dolgoztuk a telet velük gyönyörűen, akkor egy pár napocska, mert nem a boxba állnak, hanem a padikba kimennek, úgyhogy... Ja. Indul. Na, mindjárt érkezik Dandy. Dandy ördög. Hogy mi lehet? Ja, azt hittem érni fogok. Nem, még nem. Mindjárt érkezik Dandy ördög. Newbie. Lacékat mindjárt fel is hívom, hogy be kell menni okvetlen az útlevéllel. Ugye azt regisztrálni kell is. Én tudtam, hogy ott van a Tamának az útlevele is, de tegnap beszéltem a Mártival, és ott van szerencsénkre. Tehát nincs probléma. És most viszont lehetek. Az valószínű mindjárt jönni. Aha, ők azok. Ennyit legyünk minden. Tökélet. Na, végre egyenesen ment a nyugdíj. Úgy láttam minden, hogy nem mindjárt hatalmat. Tehát Dankán kiesett, annak nem örülünk, de reméljük pár napon belül visszatér. Azt csináljuk, amit tudunk. Nem könnyű. De most ugye fókuszban inkább a idősebb lovak, mert ugye az mindjárt itt a verseny nekik, akár az első nap, akár a második nap. Jó, köszönöm szépen, Sanyikám újfent, majd még lesz egy pár ilyen. Köszönöm szépen. Szépen.